például nagyon sok vállalkozó úgy gondolkodik, hogy mindent egyedül akarok megoldani. Ezt én bizonyítok a világnak, a bizniszemben is megállom a helyemet, mm. akkor igazából más problémákat is a kezemben tudok tartani. Hát hasonlóan gondolkodnak sokszor a segítők is, és nem akarnak segítséget kérni, de hát ez igazából mindenkinek a saját kis kell tud lenni, hogy mennyire mer segítséget kérni egyébként másoktól. És akkor ez a, a könyv, ezen dolgoztál, ha jól tudom, két éven keresztül, és nagyon-nagyon sok kut kutatást felhasználtál. A végén lapozgattam, konkrétan abból egy könyvet lehet írni, hogy a, a kutatásokat felsoroltad kvázi. Hogy, hogy alakult ki ez az egész, hogy erre sokkal mélyebben belementél ebbe a témába? Szerintem az, amit nagyon érdekes, hogy sok esetben azt gondoljuk, hogy a kiégés az egy ilyen egyszerű dolog hogy most az van, nincs kedvem dolgozni, jó, van, akkor pihenni, találkozzál barátaiddal, vagy nem tudom, old meg a problémát, vagy majd kibe mert most ez csak egy projekt, ez egy húzós időszak, és akkor majd a következő kampány időszakra visszajön majd a lelkesedésed. De nagyon sokszor van olyan, hogy ez nem nem úgy alakul, vagy mondjuk ezek a kis egyszerű megoldások nem működnek az embereknek az életében. És én is azt éreztem, hogy azért annyira komplex élethelyzetben voltam abban én is átértem ezt a fajta folyamatot, és azt éreztem, hogy, hogy ezek a tanácsok, amiket én találok az interneten, akár magyarok, akár külföldi forrásokból, és könnyen fogyaszthatóak, azok nem működnek. Tehát egyszerűen ilyeneket láttam, hogy 15 perces meditáció, 7 napon keresztül csinált és elmúlik a kiégésedet. Tehát... Ja, hát éreztem, hogy így megy valószínűleg. Így van, köszönjük szépen. És akkor elkezdtem ennek utána menni, hogy mit mondanak a nemzetközi kutatások. És aki ezeket már valamennyire is ismeri vagy olvasta, akkor az láthatja, hogy ezek ilyen iszonyatosan unalmas, hosszú, száraz és kevés, kevés lényegi részlet van ezekben benne. És ahogy elkezdtem ezeknek még inkább utána menni, akkor egyre több érdekesség jött fel bennem, hogy mennyi minden lehetséges a kiégésnek a hátterében többek között. Most, hogyha csak egy egyet kell, hogy mondjak, akkor például nagyon érdekes, hogy mondjuk akár egyes egészségügyi állapotok is olyan tüneteket produkálhatnak, amit az ember azt hiszi, hogy kiégett. Tehát lehet, hogy most nagyon egyszerűt mondok, ezzel sokan tisztában vannak, például, hogyha valaki vas hiányos, akkor egy ilyen fáradtságot tapasztalt meg a mindennapokban. De az egyáltalán nem biztos, hogy a egy hogy munkahelyén éget ki. És uh, nagyon sok ilyen dolog felkeltett az érdeklődésemet, egyáltalán mik azok, amik kiégések lehetnek, és ezekre a problémákra és háttérokokra mik a megoldások. És lényegében ez keltette fel a nagy érdeklődésemet ebbe, és ezért kezdtem ilyen sok kutatást megnézni ebben. Honnan tudja valaki, hogy ki van égve, vagy olyan állapotok lehetnek, hogy valaki vagy ki van égve, vagy nincs ki hogy vannak kettő között is dolgok. Nagy Nagyon olyan, mit mondasz, mert hogy sokan úgy gondolkodnak a kiégésre, hogy ez vagy egy olyan állapot, amikor már minden elveszett, és akkor már bekövetkezett, mint egy égő kiégett, nem világít többet, nem is lehet megoldani innentől kezdve. Ki kell dobni, kell egy újat helyette. És emiatt mondjuk munkát is kell váltani, ott kell adni a vállalkozás, vagy kell adni a saját Az jó hírem, hogy ez nem így működik. Tehát hál' Istennek arról van szó, hogy ez egy folyamat, aminek minél hamarabb beavatkozunk, annál nagyobb nyereséget tudunk realizálni ebből. Konkrét kérdések szintjén, hogy mi az, amiből tudhatjuk azt, hogy mi akkor most ki vagyunk égve. A WHO azt mondja, hogy három fő terület van, amire érdemes odafigyelni. Az egyik az, hogy hogy érzem magam a bőrömben, van-e bennem egyfajta ilyen pessimizmus, egyfajta cinizmus. Tehát azt érzem -e, hogy ja, hát igen, megint egy hülye ügyfél. És akkor így észbe kaphatok, hogy korábban nem így gondolkodtam az ügyfelekről, akkor, akkor most ezek után mi legyen? Tehát akkor ezek után lehet, hogy érdemes elgondolkodni, hogy, hogy oké, okay, akkor lehet itt egy folyamat, amit nem szeretnék magam kihozni. Tehát nem szeretném azt mondjuk empátiát veszítsék az ügyfelekkel kapcsolatban. Nem szeretném azt, hogy mondjuk cinikusabbá váljak akár az ügyfélkezelésben, vagy másban. Tehát ez például a kiégésnek az egyik spektruma, hogy hogy érzem magam a bőrömben, hogy viszonyok másokhoz. A második ilyen terület az az, hogy, hogy milyen a termelékenységem. Tehát ugyanolyan produktív vagyok, mint mondjuk egy jezel. Ugyanolyan produktív vagyok, mint egy éve, vagy most már sokkal nehezebben gondolkodok, elfelejtek dolgokat, nem olyan eredményeket hozok, mint amit kellene. Egyszerűen most már így lassabban fog az agyam, vagy esetleg elhúz mellettem gyorsabban a konkurenciám. Akkor lehet, hogy ezt érdemes elgondolkodni, hogy itt lehet, hogy akkor kiégésről van szó. A másik pedig a kimerültségnek az élménye. Hogy azt érzem, hogy oh, oké, okay, kicsit fáradt vagyok, vagy azt érzem, hogy minden egyes nap, mintha átment volna rajtam egy úthenger, úgy kelek föl, és akkor egész nap rajta van az az érzés, és teljesen fáradt vagyok, és akár még azt is, ami nagyon gyakori egyébként vállalkozók körében, hogy a fáradtságban merítenek önbecsülést, hogy akkor én akkor értékes vagyok, mert akkor dolgoztam. Uh -huh. De hogy ez sok szempontból, sok sebből veszik ez az állítás. Ezt érezzük szerintem magunkon is, de attól még ez erre. Igen, igen, tehát hogy attól még lehet valaki értékes, hogy nem folyamatosan fáradt. Másik oldalról viszont a munkád is lehet sokkal értékesebb, hogyha nem vagy teljesen kimerülve, mert ha ki vagy merülve teljesen, az lehet, hogy azt jelenti, hogy már túltoltad, és már nem tudsz ilyen teljesítményt hozni, mint mondjuk korábban. Tehát a lényeg az, hogy a tartós testi lelki kimerültség az egy jel lehet ebből a szempontból. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ennek ilyen nagy fázisai vannak, hogy az, nagy lánggal kezdünk bele abba, amit csinálunk, és akkor aztán ez elkezd szépen fogyni, aztán pedig átcsap az egész valami nagyon-nagyon szörnyű dologba szépen fokozatosan idővel. Én azt mondanám, hogy azt a pontot érdemes itt megkeresni, hogy hol van már az, ami nekünk már nem annyira kényelmes. Tehát, hogy most már azt érzük, hogy most már tényleg nem az a, tehát mondjuk máshogy tekintek az ügyfelekre, vagy a munkámra, mint korábban, és ez már zavar, mert nem ilyen ember akarok lenni, akkor itt érdemes elkezdeni gondolkodni vagy azon elgondolkodni, hogy ha idáig mondjuk jól teljesítettem, de most már egyre több dolgot elfelejtek, vagy hibázok, vagy akár ügyfelek visszajelzik, hogy ez most megint hiányzott, mert megint nem olyan minőségű volt a munka, és én nem ilyen akarok lenni, akkor is érdemes elgondolkodni. Vagy akár azon is, hogy ez a tartós testi lelki kimerültség egy olyan élete, amit én így akarom élni minden napjaimat a következő tíz évben, vagy akár úgy is, hogy ez egyre rosszabb lesz, hogy nem foglalkozom vele. Ezek után következhet logikusan az a kérdés, hogy akkor ezzel mit lehet kezdeni? Tehát jó, nem akarok ilyen helyzetben lenni, elgondolkodtam ezen, akkor most menjek pszichológushoz, vagy, vagy feküdjek be egy pszichiátriára, vagy valami, mm. mit csinálják ezek után, keresek egy kócsot magamnak egyetlen kit, milyen szakterületen tevékenykedő embert, hogy menjek el egy orvoshoz. És az a, először is persze tök jó dolog, hogyha ez ember keres magának egy szakértőt, akivel elkezd gondolkodni, de az a jó hírem, hogy együtt is lehet nagyon-nagyon sok jó dolgot megtenni, mielőtt még szakértőhöz fordulunk. Erre például a könyvemben hét kritikus területet szedtem össze, és mivel Bibliának hívják a könyvemet, ilyen tök jól hogy Business Burnout Biblia, ebből azt a kifejezést használtam, hogy hét fő bűn, amit elkövethetünk azért, hogy a kiégésünk bekövetkezzen. Tehát, hogy ezt a hét fő ezt elkövetjük, akkor nagyobb valószínűséggel fog bekövetkezni ez a fajta állapot, amiről ideig beszéltünk, és minél többször követjük el, minél intenzívebben ezeket, annál uh, nagyobb az esélye annak, hogy ez az állapot súlyosabbá is válik az idővel amikor meghallottam a podcastednek a címét, hogy végre hétfő, akkor azon gondolkodtam el, hogy, hogy vajon mi lehet annak a kulcs, hogy az ember megtapasztalja ezt a végre hétfő elményt. És az én saját életemben azt tapasztaltam meg, hogy akkor vár még ezen a hétfőt, hogyha van különbség a hétfő, a vasárnap meg a szombat között. Mm -hmm. Tehát, hogyha minden egyes nap ugyanazt sem reggeltől estig, akkor nem biztos, hogy annyira várom mondjuk fél év után már a hétfőt, mint hogyha mondjuk van legalább egy-egy szabad nap, amit ki tudok venni pihenésként. És bocsát, még egy gondolatot hozzáfűznék ide, mm -hmm. hogy amikor arról beszélünk, hogy a kiégésnek a megelőzése, akkor nekünk nem az a célunk, hogy akkor, na, mert megint itt van egy ilyen uh, trendi kifejezés, amivel foglalkoznak az emberek, hogy akkor mi ne égjünk ki, hanem az a célunk, hogy az üzletünkben a legtöbb profitot tudjuk realizálni, és közben a legjobban tudjuk érezni magunkat. És ez ugyanaz az út, mint ami ahhoz is vezet, hogy megóvjuk magunkat a kiégéstől. Nagyon érdekes, hogy igen, azzal, hogy megóvjuk magunkat a kiégéstől, azzal szerzünk igazából profitot. Szóval ez az nagyon sokszor hiba tud lenni, hogy ezt nem így gondoljuk át, hanem csak nyomjuk, nyomjuk, és arra nem gondolunk, hogy ezzel igazából vesztünk profitot, szóval nem azzal maximalizáljuk a bevételeinket, hogyha csak pénzügyileg nézzük az egészet, és emellett meg ott van, hogy személyesen hogy érezzük magunkat mellette. Neked a munkanapjaid azok úgy vannak, hogy reggel van egy rutinod, gondolom, és akkor utána elkezdesz dolgozni minden hétköznap, vagy máshogy építed fel ezeket, szóval napközben is van-e van pihenésed, vagy tényleg dolgozol, amikor kimondod, hogy dolgozol. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és szerintem szóval sok vállalkozót érint, hogy akkor hogyan oszthatom be az időmet magamnak. És most föl is egy videót azzal kapcsolatban, hogy miért jó a vállalkozás, és a szabadság az egy fantasztikus dolog benne, hogy megtelted azt, hogy a barátaiddal mondjuk délután kettőkor, hétfőn nem is és mennyire fantasztikus. Most nyilván a vírus helyzet picit átalakultak ezek a körülmények, de ez önmagában egy hatalmas dolog. Ugyanakkor másik oldalban egy, egy szorongást is tud jelenteni sok embernek, hogy most akkor dolgoznom kéne, vagy nem kéne, vagy akkor, hogy most dolgoztam, mondjuk szombaton, akkor hétfőn ugyanúgy dolgozzak, vagy akkor skvassolhatok, vagy filmet nézhetek, vagy netflix leszhetek. Nekem egyébként úgy néznek ki a napjaim, hogy felkelek. Én alapvetően biológiai órámból adódóan inkább egy ilyen éjszakai bagoly vagyok, uh -huh. és ezt sikerült valahogyan úgy beállítanom, hogy legyen egy egészséges bioritmusom, de közben mellett azért tovább is alszom, mint hogyha mondjuk alkalmazottként sokkal korábban kell nem a legtöbb esetben, mint ahogyan most fel tudok kelni. Például nagyon hálás vagyok a vállalkozásnak ezért. Tehát ebből a szempontból szerintem aki mondjuk bagoly típus, annak nagyon a vállalkozó életformát. Én. És magadtól kelsz akkor, amikor úgy érzed? Ö, alapvetően van beállítva vagy ébresztő, de általában magamtól szoktam Én. felkelni. Most ezt nem tudom, hogy mennyire lehet nyilvánosan nem de neked elmondom, mert barátok vagyunk, hogy kilenckor szoktam általában felkelni. És ez ezt olyan... Így elni kell? Azért, azért merül ezt fel, benne, mert nagyon sokszor van, hogy mondjuk esetleg kilenckor már felhívnak telefonon, hogy akkor ja. már őre, a fél munkanapján túl van valaki, és akkor elmondja a dolgait. De, hogy ugyanazt a munkaménységet meg lehet csinálni, akkor is te osztod be az időt, de csak mondjuk más időjön, van magban. Igen, igen, valószínűleg ez a kulcs, hogy el lehet rontani, meg jól is lehet csinálni mind a kettő. Szóval lehet az, hogy valaki hatkor kell, és akkor utána hattól kilencig Facebookozik, meg YouTubeozik, és akkor igazából nem jutott semmire, de lehet az is, hogy kilenckor kell, és akkor utána egy tök produktív napja lesz. Ez a maximális eljártak, és volt egy nagyon érdekes gondolat, amit hallottam Jason fried a Basecamp-nak az alapítójától. Ha. Azt mondta, hogy szerintem nem az a kulcs a munka egyensúlyban, hogy mindenképpen határozottan el legyen különít, hogy akkor szombaton mondjuk reggeltől semmit nem dolgozok vasárnap estig, hanem az, hogy legyen egyfajta egyensúlyában, hogy ahányszor mondjuk a, a, munka elveszi az időt a magánéletettől, mert mondjuk egy kampány miatt, vagy mondjuk ügyfélszolgált, vagy bármi miatt rá kell szabad a szabadidődet, annyiszor megteheted azt, hogy a munkaidőnek a helyét átvegye a magánélet. Vagy mikor élünk, akkor az főleg vállalkozóként az nem lehet mindig balanszált, azaz van, amikor tényleg többet kell dolgozni, és tényleg kevesebb ilyen is van. És én ezt kb. úgy képzelem, hogy hogy ez, ez, ilyen hullámzó, de ezt sajnos el kell fogadni szinten vállalkozóként. Főleg az elején, mikor valaki elindul, akkor, akkor, is kell fordítani időt pihenésre, de például, hogyha még azon az úton van, hogy még alkalmazott, és mellette valami side van, akkor azt, azt szerintem muszáj megcsinálni. És igen, nem lehet ezt mondjuk három, 4 öt éven keresztül csinálni, de, de valameddig ezt muszáj megtenni, és sokan szerintem abban a hibába esnek, hogy azt a plusz nem teszik bele már én is máshogy gondolom kicsit, hogy ez ugye hosszú távon ez mennyire lehetséges így vinni, de szerintem az elején egyébként muszáj beletenni. Ezt te is így gondolod, vagy valahogy máshogy? Én így gondolom, maximum annyi különbséget tennék ide, hogy akár az elején is szempont lehet az, hogy valamennyi pihenés azért oké, okay, hogyha van. Persze. És, és, Persze, én is ezt szoktam javasolni az ügyfeleimnek, akik azt mondják, hogy szeretnek vállalkozók lenni, hogy ne mondjanak föl rögtön, hanem kezdjék el mondjuk a szabadidejükben ezzel foglalkozni ebben az esetben nyilván kevesebb ezt a szabad időd, és kevesebbet tudsz majd olyan dolgokat foglalkozni, amik szórakoztatnak téged. Ugyanakkor, hogyha most te szombaton délután kihagysz magadnak egy hat órát, amit mondjuk szabadidővel töltesz, akkor nem kell bűntudatot érezned, hogy ekkor is dolgoznod kellett volna, mert ez például lehet egy üzemanyag, amit mondjuk az összes többi munkanap fel tudsz majd utána élni. Nekem egyébként a, a, pihenés az elég ilyen kaotikus abból a szempontból, hogy én napközben nem vagyok szerintem eléggé produktív, sokszor, és azzal, hogy nem vagyok produktív, akkor igazából pihenek sokszor. Szóval van, mikor mondjuk ebédelek, vagy kajálok, akkor mellette valami videót nézek, meg hogyha sokszor eszek, akkor ez az elég sok idő tud lenni, meg akkor ott maradok kicsit valami sorozatnál. Szóval nekem az a része, én ezt így kb. ide is beteszem azt, hogy ilyenkor is pihenek, viszont emiatt én sokszor, vagy nekem sokszor nincs különbség a hétvége, meg a hétköznap között, talán azért, mert mondjuk hétvén van egy foci meccsem, és akkor azon menni kell, meg van néhány ilyen kapaszkodóm, amik pont be vannak rakva a naptáramba, de, de nagyon kevés így vállalkozóként. Ez nekem egyértelműen egy, egy nehézség, de a pihenésem amúgy nekem szerintem rendben van. Azzal, azzal nincs bajom, szerintem amiatt nem fog kiégni, mert nem pihenek eleget. A szankció ez nem abban a sztoriban, amit te most elmondtál, hogy te hatékonyan dolgozol. Tehát, hogy lehet, hogy valaki mondjuk este kilenc cikk dolgozik reggel 6-tól, de hogy ettől függetlenül tökre nem hatékony, amit csinál, mert mondjuk ezer fele, fog, ezer fele figyel, és közben egyébként nem azokkal foglalkozik, amik igazán számítanak a bizniszében, és ebben szerintem te nagyon jó vagy. Tehát hogy lehet, hogy mondjuk ö, akár többet is pihensz, vagy többet sorozatozol, mint mondjuk egy kevésbé produktív ember, de több eredményt is érzel ebben az időben. Igen, nekem valószínűleg az a plusz segítségem, vagy azért tud ez így menni, mert olyan bizniszt választottam, ez, ez, sokat szoktam gondolkodni egyébként, hogy, hogy mennyit befolyásol az, hogy milyen bizniszben van valaki, mert vannak, akik például agency modellben vannak, vagy ügyfelekkel dolgoznak folyamatosan, nekik sokkal nehezebb azt a szabadságot megélni, amit én megélek, és mert én igazából főleg tartalmakat készítek, meg rendszereket rakok össze, videókat veszek fel, ami csak tőlem függ. Vannak olyan dolgok, amiket mások csinálnak, de én magamnak állítom ezeket össze, és mivel ugye online kurzusokat csinálok, ezért nekem a, az ügyfélszerzés teljesen máshogy működik, mint azoknak, akiknek mondjuk értékesíteni kell folyamatosan, és én azért tudom azt jobban megtenni, hogy van, mikor nekem is például kampányidőszakban vagy most, mikor új kurzusban vagyok benne, vagy lefagyik egy új kurzus, akkor kicsit keményebben kell, de nekem sokkal több olyan lehetőségem van, hogy mondjuk én meg tudom simán azt tenni, hogy két hétig, vagy egy hónapig nem dolgozok semmit, vagy csak nagyon kevesen. Az a jó, hogy igazából ez a podcast kicsit azért is van, hogy nagyon okos emberekkel beszéljek és tanuljak, és ö, ezzel igazából kiszervezem azt a részét, hogy coachhoz kell, kell járnom. De ja, ez, ez, ez tényleg tök jó. Más a másoknak is értéket adsz ezzel. Igen, szóval itt nagyon sok win-win-win-win van. És hogyha már itt az alvásról beszélünk, akkor a következő főbűnünk pedig legyen a, az alvás. Az, az alvással milyen problémák tudnak lenni? Szerintem a leggyakoribb probléma az, hogy az emberek azt gondolják, hogy az alvás az a lustaságnak a jele, vagy időpazarlás. És hogyha azt mondjuk, hogy ugye nekem 5 óra alvás is elég bőven, és egyébként, sőt, még energikusabb is vagyok, mert ha túl sokat alszok, akkor azután az az érzésem, hogy elfáradtam, még fáradtam, vagy mint a kevesebbet aludtam volna. De van egy nagyon érdekes trükkös mechanizmusra a szervezetünknek, ez pedig az, hogy amikor keveset alszunk, akkor bekapcsol a stresszrendszerünk, és a stresszrendszerünknek nem az az első gondolat, vagy nem az az első ilyen élmény, amit átélünk ilyenkor, hogy jaj, de fáradt vagyok, hanem pont ellenkezőleg azt érezzük, hogy na most vagyunk csúcsformában. Mert hogy ha visszagondolunk akár evolúciós gyökerekre, hogy amikor mondjuk megláttuk a tigrist, és szaladni kellett, akkor nem azt éreztük, hogy jaj, hát most kicsit kevesebb energiám van, és akkor enervált vagyok, hanem az, hogy minden energiánkat, erőnket fel kellett használni ahhoz, hogy mondjuk meg tudjuk oldani ezt a helyzetet. És amikor az ember mondjuk időnként kevesebbet alszik, vagy mondjuk nagyobb a nyomás, akkor lehet, hogy azt érzi, hogy na én most tudok kicsattanni, igazából most van a legtöbbet kihozni magamból. Ez azért egy érdekes helyzet, mert hogyha ez tartósan fennáll, akkor lényegében nem az, van, hogy mindig csúcsformában vagyunk, hanem pont ellenkezőleg, hanem hogy az összes elraktározott energiánkat, erőforrásainkat, azt felhasználjuk, és ezáltal pedig gyakorlatilag lekényszerítjük egy ilyen önmagát pusztító folyamatba a szervezetünket, a pszichénket és a testünket is egyaránt, ami pedig visszahat aztán a bizniszünknek a teljesítményére. Tehát az első dolog az, hogy egyáltalán hogy nem értékeljük, sőt leértékeljük az alvást. Szerintem mindenhol érdemes így kihangsúlyozni, vagy azt már így előre érdemes tudni, hogy ugye nem az a baj, hogyha egyszer öt órát alszunk, hanem hogyha ez hosszú távon, hónapokon keresztül megy, akkor tud ez, ez a, ez a folyamat is bejönni. Itt kezdtem egy személyes sztorit. Nekem nagyon gyakran volt olyan az egyetemen, amikor egyszerre voltam vállalkozó egyetemista, és hogy imádtam a bizniszt. Egyszerűen imádtam azt csinálni, amit csinálok, és sokszor volt olyan, hogy mondjuk hajnali négyig, ötig dolgoztam egy sales oldalon, egy landing page-en, és aztán pedig kilenckor mentem egyetemre órára. És, és azt éreztem, hogy na most én király vagyok ettől, hogy akkor ennyire jól hmm. bírom a munkát. Hmm. És hogy persze igazából mondhatjuk azt, hogy szinte mindenki tudja rövid távon így bírni a munkát, de hosszú távon ez szinte mindenkire nagyon-nagyon káros hatással tud lenni. Tehát azt mondod, hogy mondasz, hogy egyszer-egyszer megtörténik, az nem gond. Csak az, hogyha az ember tudja azt a helyen kezelni, hogy hosszú távon nagy szükségünk van arra, hogy legyen alvás is az életünkben, az például, az például sokat tud adni hosszú távon a teljesítőképességünk fenntartásában. És amit szoktak mondani, hogy 7 és 9 óra között van de nagyon sokan azt mondják, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen sokat aludjanak, mert a gyereket iskolába kell vinni, óvodába kell vinni, elkezdődik a munka, mit tudom én, több biznisze is van egyszerre, és én azért is mondtam először, hogy, hogy az a nem mindegy, hogy milyenek értékeljük az alvást, hogy az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor, amikor az embernek valami igazán fontos, arra tud időt szánni. És azért is jó, hogyha akár utána nézünk annak, hogy az alvásnak milyen hatásai vannak. Mert például, ha nem alusszuk ki magunkat, akkor sokkal rosszabb döntéseket tudunk hozni minden napokban, mert kevésbé vonzók is vagyunk, erre vannak kutatások. És hogyha kevésbé vonzó vagy, akkor igazából talán kevesebb üzlethez férsz hozzá, és mm. vagy ha személyesen szélsz, mondjuk, vagy ott van azon kívül az is, hogy, hogy mondjuk többet hibázhatsz, és egy hiba az meg pénzbe kerül neked, vagy több, több időbe kerül neked, több idő megoldani feladatokat. Tehát összességében lehet azt hiszed, hogy nyers egy vagy két órát az alvásnak az elhanyagolásával, de hosszú távon meg nem biztos, hogy ez egy nyereséges üzlet lesz. Egészségügyileg meg biztosan, hogy nem. Igen, ez meg emberfüggő is, hogy, hogy vegye rá magát arra, hogy igazából többet aludjon, mert én például mindig így logikusan próbálom végig gondolni, hogy annak mi ok, vagy hogy nyerek vele, és igen, hogyha tényleg így gondoljuk végig, hogy egy órával ö, többet nyernék, hogyha kevesebbet alszok, de az az egy órát a, a napban a rosszabb történik, nem lesz annyira hatékony, nem leszek annyira produktív, akkor tényleg kiüti egymást, és akkor úgy már te egyértelműen az nyer, hogyha többet alszol. De én egyébként elég jó, jókat szoktam aludni, szóval nekem ezzel, ezzel nincs nincs szerencsére bajom. És ö, ja, úgy nagyon, nagyon rosszul is tudok teljesíteni, hogyha nem alszok eleget. Én egy gyors helyeket megosztanék azokkal, akik nem annyira szerencsések, hogy jól tudnak aludni éjszakánként. Egy nagyon hasznos dolog, amit kitapasztaltunk ügyfelekkel is, és ez általában nagyon jól szokott működni, hogyha elavás előtt ezt a sok mindent, ami a fejedben van, azt kiírod egy papírlapra, mm. és oda teszed az ágyad mellé, és azt mondod magadnak, hogy oké, okay, itt vannak ezek a dolgok, mindegyik fontos, mindegyikkel fogok majd foglalkozni, és itt van, nem fog eltűnni, nem fog még egyszer elfelejteni, majd reggel újra felveszem. És ez nagyon sokszor az emberekben olyan mély javásokat tud előhozni, hogy ezek fantasztikus eredményeket tudnak hozni azoknak is, akik mondjuk sok mind azért nem tudnak adni, mert annyi mindent meg kéne oldani minden Lépjünk a, a következőre, a túl sokat dolgozni. Talán ez, ami leginkább egyértelmű a kiégéshez való úthoz, mint olyan, aki, aki nem nagyon foglalkozott még ezzel a témával. Tudsz erről nekem kicsit többet mesélni? Igen, azt érdemes látnunk, hogy a munkamennyiségünk az nem nő a végtelenség arányosan azzal, hogy mennyire vagyunk termelékenyek. Tehát, hogyha most arról beszélünk, hogy tényleg podcastnél maradunk, hogy mm -hmm. itt most podcastet veszünk fel, Igen. valószínűleg az első két órában tök jó gondolataink jönnének, tök jó beszélgetnénk. De, és ha 16 órán keresztül beszélgetnénk, akkor lehet, hogy már összefüggéstelné válna ez az egész, és lehet, hogy sokat dolgoznánk, és azt mondják, hogy sok tartalom születik, de ezeknek egy nagyobb részét kéne már kivágni. Tehát ezért is érdemes abban gondolkodni, hogy hol van az a csúcspont, ahol még nagy eredményeket tudok a munkamennyiségemmel elérni, de közben nem csorbítom azt, hogy mennyire vagyok képes jó minőségű munkát kiadni a kezemből, akár most, akár holnap. Mert lehet, hogy mondjuk ma dolgozok 14 órát, de holnap annyira fáradt leszek, hogy sokkal rosszabb tudom azt a 11 órát ledolgozni, mennyire időm meg energiám maradt még. Ugye azt is mondtad, hogy ez az, ami legkönnyebben kapcsolható a kiégéshez, és azt gondolom, hogy, hogy teljesen jogos ez a gondolat, viszont azt hozzátenném, hogy amit beszéltünk ideig a, a pihenésről, meg az alvásról, hogy a kiégés az egy, ez egy ilyen nagyon komplex testi-lelki jelenség, amit megbeszélhetünk. És amikor az embernek a szervezete legyengül, és teljesen kimerül a stressztől, akkor jelenik meg a kiégés. És mm -hmm. amiket most átbeszéltünk, hogy a pihenés, és az alvás az, az miért fontos, ez az, azért is fontosak ezek, mert lehet, hogy mondjuk ugyanaz a stresszforrás, mondjuk 6 óra alvás mellett sokkal gyorsabban vezet kiégéshez, mint hogyha mondjuk 8 órát alszom ugyanannyi stressz mellett. És lehet, hogy mondjuk ugyanazt a munkaterhelést, azt mondjuk öt évig bírom, és nem égek ki, de lehet, hogy mondjuk uh, kevesebb alvással csak három évig bírom, és aztán úgy égek ki tőle. Igen, ez egy ilyen nagy kombinációja az egésznek, hogy van egy ilyen pohár, amiben bele lehet tenni, hogy ugye mi az, amiket kvázi rosszul csinálunk, és mikor csordul túl, Nagyon valahogy jó. így működik. Nagyon jó, igen, amit mondtál. Szóval lehet, hogy valakinél ez a túl sok dolgozás, de hogyha nem lehet valószínűleg számszerűsíteni, de hogy működik, hogy minden más jól csinálok, de nagyon sokat dolgozok. Ez, ez, lehet így gondolkodni ezzel kapcsolatban, vagy ez teljesen ilyen tévútra viszi az embereket? Szerintem, ami egy nagyon érdekes gondolat lehet itt, az az, hogy az ember nem biztos, hogy előre ki tudja védeni azt, hogy mondjuk öt év múlva ki fog égni, vagy sem. Viszont ha megtenem azt a határt, hogy hol tudok ott balanszolni, hogy még nagyon-nagyon sokat kihozok magamban, mondjuk nagyon sokat dolgozom, de még nem érzem a kiégést, akkor az nagyon szuper. De amikor elkezdem érezni a kiégést, akkor érdemes ezzel mi hamarabb foglalkozni mert akkor annál könnyebben lehet ezt visszaállítani. Ha tegyük fel, nagyon sokat dolgozom, de közben tök jól érzem magam, tök eredményes is vagyok, akkor az semmi gond nincsen, uh -huh. ha elég lett az, vagy az életednál. Én egyébként nem dolgozok nagyon sokat, nekem azzal nincsen problémám, hogy a túl sok munkával lenne baj, de szerintem nagyon sok embernél, akik csúcs teljesítők, fel akarják húzni a bizniszüket, még nagyobb szintre akarják emelni, ott valahogy megpróbálják a a többi rész rendbe rakni, és akkor azzal így kb. megoldani az egészet, hogy oké, okay, sokat dolgozok, de mellette minden más rendbe rakok, és akkor ez, ez, így talán mehet hosszú távon. De az is lehet, hogy valaki ezt, ezt a részt is már tényleg annyira túltolja, hogy, hogy a, az a sok stressz, az a pohár az megtelik. Így van. Volt ezzel kapcsolatban kutatás is, hogy miért van az, hogy az emberek sokkal több időt töltenek mondjuk a munkában, és miért van az, hogy munkában menekülnek, vagy munkamányások lesznek, és nem tudom, hogy mire tippelnél, de az jött ki a kutatási eredményekből, hogy sokszor a munka, ami persze stresszes, az még kevésbé stresszes, mint a magánéletünk. Tehát, hogy uh -huh. sokszor van ilyen például a vállalkozók esetén, hogy mondjuk mondjuk a párválasztást, azt elhanyagolom, mert hogy én inkább nem akarok ezzel te foglalkozni, bizniszben sikeresnek érzem magam, nagyjából látom a törvényszerűséget, hogy mi kell ahhoz, hogy ki tudjak teljesedni, de mondjuk a randizásból elutasíthatnak, akkor lemondhatják a randit, meg nem tudom, és akkor valahogy az az ösztönös érzés sem, hogy a munkával jobban megéri foglalkozni, mert ott sikerélményeket tudok megtapasztalni, minden más meg stresszesebb. Igen, ez eléggé nekem is betalál olyan szempontból, hogy azért kezdtem el, meg azért szerettem meg dolgozni, meg ezt, ezt az online marketinget, meg online biznisz felépíteni, mert nekem az életemben az volt elsőnek olyan, amiben azt éreztem, hogy jó vagyok, úgy igazán jó. És láttam a fejlődési lehetőséget, láttam, hogy ide nagyon szívesen menekülök a töb többi problémámtól, mert volt nagyon sok, meg van más problémám is, és ez egy ilyen jó menekülő út tud lenni, hogy, hogy sokat dolgozok, és igen, ez akkor valószínűleg nagyon sok embernél van, hogy igazából ez egy menekülési út, és a többi része az életének nincs rendben. Igen, meg amit mondasz, azt nem az a jó, hogy sokfajtaképpen lehet a stresszforrások elől, meg a nehézségek menekülni, és ez csak az egyik módja az, hogy egy hasznos munkát készítesz. Ja. Valaki alkoholista lesz, vagy bankrabló, vagy bármi más is lehet csinálni, szóval ebben a szempontból szerintem az egyik legjobb út. Viszont arra érdemes odafigyelni, hogy hogy nekünk személyesen milyen szükségleteink vannak. Mert ha hát tegyük fel, én tényleg nagyon sokat dolgozok, de közben mondjuk magányosnak érzem magam, akkor ott a lehetőség arra, hogy akkor fordítsak energiát mondjuk az emberi kapcsolataimra többet például. Igen, és ezért is tud talán annyira veszélyes lenni, mert azzal takarózol, hogy most tök jó dolgot csinálsz, egy csomó embernek segítesz, embereknek az életét változtatod meg, és akkor így ebbe menekülsz, és még, még, jól is érzed magad közben, de közben be meg a barátaidat, az alvást, a, a pihenést, azt meg elengeded. Menjünk tovább szerintem, az ülő mozgásszegény életmód. Ez online vállalkozóknak nekem is egy nagyon-nagyon szörnyű része az életemnek, meg nagyon nehezen változtatom meg. Én nagyon rosszul ülök, van, mikor a csigolyáimon ülök, befekszek a, a laptop vagy a, a számítógép elé. Itt gondolom arra is kell gondolni, hogy hogy ülsz, meg azt a lehetőleg jobbra alakítsd, és emellett pedig a mozgás. A mozgás az, az mennyire fontos, hogy ho, vannak ilyen határok, hogy mennyi a mi minimum, minimum elegendő, meg gondolom ként is változik. Igen. Ami nagyon érdekes, hogy a mozgás az egy ilyen dózisdependens segítség nekünk, egy dózisdependens gyógyszer, mint ahogy van egy csomó más gyógyszer, és hogyha keveset veszel be, akkor ez tök jó, ha túl sokat veszel be, akkor megmérgezed magad, ugyanúgy hogy lehet a sok mozgás is nagyon káros. Amit érdemes látni, hogy főleg itt COVID szezonban, hogy mindenki otthon van, otthonról dolgozik, akár vállalkozó, akár nem, akár csak vállalkozó akar lenni, és még a boltban sem biztos, hogy elmegyünk, mert rendeljük ezt majd uh -huh. máshonnan, .hu osan -os bárhol, akkor felmerülhet az, hogy mondjuk lehet, hogy 11 órán keresztül a széken belülök, és mondjuk a pihenést is ugyanabban a székben nézem, mert a Netflixet nézek, vagy filmet yeah. nézek, vagy barátokat csetelek messengeren keresztül, vagy ugyanon veszek fel videókat, stb. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ha nem mozgunk, akkor van az agyunkban egy folyamat, ahogyan egy bizonyos aminosav átalakul egy, egy toxikus vegyületté lényegében az agyunkban. Ez akkor történik meg, hogyha nincsen egy ilyen közvetítő tényező jelen, ezt pedig úgy hívják, hogy mozgás. Tehát, hogyha most, ha van egy, van egy triptofán nemű vegyület az agyunkban, ami vagy szerotoninne alakul át a folyamat végén, vagy átalakul egy másik olyan vegyületté, aminek a nevét ezt majd leírjuk a, a so okay. Igen, akkor, és ennek mindenki utána tud majd nézni, az, az viszont egy ilyen toxikus vegyületi én az embernek az agyában, de ez nem csak az, hogy akkor jaj, hát akkor ez nem egészséges, hanem arról van szó, hogy ez konkrétan visszahat a hangulatodra. Ha visszahat a hangulatodra, az vissza a bizniszedre. Fáradtabb leszel, nem tudsz annyira lelkesen hatalni a bizniszedben, nem lesz annyira jó ötleted, és így tovább. Kérdezted, hogy mi az a minimum, amit ajánlanak. A WHO ajánlása szerint a heti 150 perc az már egy olyan mennyiség, ami elég tud lenni. Ha vele gondolsz, heti 150 perc az naponta kevesebb, mint fél óra, és hogyha csak elmegyek a boltba meg vissza, már abból ki tud jönni egy olyan, amiből már, már nem veszélyeztetem az egészségemet. Ezzel kapcsolatban, ami nagyon érdekes, hogy sok ember van, aki mondjuk megtapasztal a depressziót, én egy millió emberről beszélt több millió emberrel világszinten. És a depressziónak nagyon hasonlóak a tünetei, mint a kiégésnek, azért is hoztam be ezt a témát. Annyi a különbség, hogy a depresszió az életnek a minden területét áthatja, a kiégés meg csak a munkával kapcsolatos érzésekre vonatkozik. És voltak olyan vizsgálatok, ahol összehasonlították az antidepresszáns gyógyszereket azzal, hogy milyen, amikor valaki csak sportol. És nagyon hasonló eredményeket hoztak ki, hogy akár a futás esetén, tehát az aerob sportok esetén lehet ez mondjuk kajakozás, futás, biciklizés, bármi, vagy a súlyemelésnél az anaerob sportok esetén mind a kettő esetben kihozták azt a fajta antidepresszáns hatást, ami hosszú távon az embereknek a hangulatára magas, magasan visszahatott. És ugye igen, ebből a szempontból nekem is nagyon fontos, meg nekem abból a szempontból is nagyon érdekes, hogy például a genetikát ismerve, a genetikai fontos tényező lehet mondjuk a kiégésnek a kialakulásában, ismerem a saját genetikámat, és tudom, hogy mennyire nagy szükségem van arra, hogy mozogjak ahhoz, hogy jól tudjam érezni magam a mindennapokban. Ebből a szempontból nagyon fontos nekem. Igen, ez nálam is így van, én mindig sportoltam egész életemben, és nekem a foci az egyetlen olyan dolog az életben, amikor nagyon simán el tudok szakadni a számítógéptől, a technikától, is benne tudok lenni a pillanatban. Igen, mindenképpen. Hát egyrészt amikor sportolsz, akkor kb. elégeted azt a fajta um, rossz anyagot a testedben, amit a stressz felhalmozott. Tehát, hogyha gyakorlatilag amikor elmész futni, lehet, hogy elfáradsz, de feltöltözsz lényegében a végére. És a futáson ki, hogyha valaki nem szeret futni, mert kényelmetlen, meg rossz, akkor ott van annyi fajta mozgás is típus, hogy biztos, hogy az ember tud magának kötelni, tetszik neki. A pingpongtól kezdve lehet ez, ez akár, mint tudom én, amit mondtál, foci és kosárlabda, futás, evezés, tehát milliónyi dolgot lehet csinálni, az embernek mondjuk jó, hogyha mondjuk unatkozik a konditeremben, nem a súlyokat emel. Lépjünk tovább a következőre, ami a rossz étkezési szokások, és ezt te hogy oldod meg, vagy ez, ez hogy működik? Most felmerül az a kérdés, hogy miközben van a kajának a kiégéshez, igen. meg ennek a bizniszhez, hát ez nem ezen múlik. Az a lényeg, hogy dolgozzák, és akkor lesz profitom, nem? Részben igen, másik részben viszont nem, mert mondok konkrétumokat, például, hogyha napközben elkezdesz nassolni, akkor az mondjuk cukros csoki, csoki, teszel, például, vagy cukrot, vagy mondjuk szőlőt, cukrot, bármi más, minek, vagy mondjuk fejlőztes termékeket, akkor az megemeli az inzulin szintedet, ami aztán rövid idő múlva bezuhan. Ezután a hangulatodban is egy ingadozás következik be, amikor mondjuk lelkes is vagy, meg tele vagy ötletekkel, aztán pedig annyira fáradt vagy, hogy nem is tudsz a munkára odafigyelni például. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mit teszel. Ez az egyik része, hogy az inzulinodra hogyan hat. Tehát, hogy mondjuk egy kiegyensúlyozott inzulin szintet annak folyamán, vagy folyamatosan hullámzik és ugrál föl le. A másik része az az, hogy a beleink, azok, amik azt gondolná, hogy semmi köze nincs a kiégéshez, viszont nagyon komoly köze van, hiszen a bélbaktériumoknak a minősége, rendszerezettsége, az visszahat arra, hogy hogy érzed magad a mindennapokban. Tehát a, konkrétan van egy úgynevezett bolygóideg, ami összeköti a bérrendszeredet az agyaddal. És az, hogy neked milyen baktériumok vannak a beledben, az visszahat arra, hogy hogy érzed magad, és mennyire vagy ellenáll a stresszel kapcsolatban, betegségekkel kapcsolatban. És ez például nagyon meghatározza, hogy milyen baktériumok vannak benne, az, hogy mit eszel a mindennapokban, hogyan eszel, eszel-e rostot, eszel-e megfelelő tápanyagokat, amiben a te is fel tudsz töltöni, akár tápanyagokkal, akár a te bélbaktériumodat fel tudod tölteni, úgyhogy ezáltal több szerotonin termeljenek el, és illetve több, tehát jobban érez magad a bőrödben, és jobban adott ugye figyelni a munkára közben. A hetedik főbűn pedig a magány és érzelmi elzárkózás másoktól, ami vállalkozóként elég-elég erősen a miénk tud lenni, mivel egyedül vagyunk vezetőként sokszor, de nem vállalkozóként is nagyon sok olyan kapcsolat, rossz kapcsolat van, ami, ami rosszul tud működni. Ez, ez miért ennyire fontos a kiégés szempontjából? Hát ez folyamatosan megerősítik újra és újra kutatások, és nekem is volt személyesen olyan kutatás, amit 250-en töltöttek és abból is azért jött ki, hogy azok a személyek, akik egyedül érzik magukat, azok sokkal magasabb kiégéspontszámokat pontszámokat tapasztalnak, mint azok, akinek van társas támogatása, de. vagy eleget kommunikál másokkal ez csak párkapcsolat, vagy barátok, támogató közeg, ez mindenre vonatkozik? A támogató közeg arra vonatkozik, hogy, hogy hányszor érezheted azt, sány emberrel, hogy őszintén önmagad tudsz lenni, el tud terelni a figyelmet a problémákról vele, tudtok olyan dolgokról beszélni, kér, tudsz tőle tanácsot kérni, tudsz érzelmi támogatást kapni, meg tudsz nyílni neki, tudsz te is adni, értékelve vagy, megbecsülve vagy, ezek mind olyan dolgok, amik megvalósulhatnak akár egy családi kapcsolatban, párkapcsolatban, a gyermekeddel való kapcsolatban, barátaiddal kapcsolatban, munkahelyen, a kollégákkal való kapcsolatban is. Akkor gondolom mindenkinek más, valakinek az egyik fontosabb, valakinek a másik, de Valahogy meg kell jelenni ennek, mert hogyha nincs, akkor az az tud nagyon rossz irányba vinni. Igen, ezzel kapcsolatban van személyes történetem is. Én sokáig laktam egyedül, uh -huh. és volt ennek egy olyan része jó sokáig, amikor én gyakorlatilag együlálló férfi is voltam emellett. És közben az étem is tanultam államvizsgára, de közben azt is otthon egyedül csináltam. Tehát otthon voltam egy szobában, egyedül 24 órában, heti 7 nap, és ezen kívül is meg volt. És ezen kívül még persze volt olyan, hogy egy-két órára elmentem barátokkal mondjuk vízipipázni, vagy ezt hasonló dolgokat csinálni, de hogy mégis az egy ilyen nagyon komoly magányérzés volt, és sokkal jobban megviseltek a dolgok is. Önmagában már az, hogy, hogy most kvázi már együtt is lakunk a barátnőmmel, az például rengeteget tud nekem adni minden napokban, sokkal több energiám van, és sokkal jobban viszem, mondjuk a nehézségeket is. Vagy akár az, hogy a, hogy én például mostanában több külső szakértővel is dolgozom azon, hogy mondjuk nagyobb szervezeteknek a fejlesztését csináljuk, és ez például rengeteg pluszt ad nekem, minden napokban majd csapatban tudunk dolgozni. De például hmm. neked is azért tök jó, hogy ott van tesó, akivel tudtuk beszélgetni. Igen, az a része nagy előny, hogy, hogy Bence van, és nekem, én a, a vállalkozás elején éreztem az, hogy kicsit egyedül vagyok, és fogalmam nem volt, hogy merre kell menni, mert akkor még Bences testvérem sem volt ebbe annyira benne. Együtt csináltuk, de, de ott, ott nagyon egyedül éreztem magam, és azt igazából annyira észre se veszem, hogy ő mennyi pluszt ad nekem, de sokszor emlékeztetem magam, hogy, hogy az tényleg tök jó, hogy azért tudunk ezekről beszélni, de még így is, főleg én, én szoktam dönteni a legtöbb dologban, az a, az, az egyedül érzet, hogy nekem kell mindenről dönteni, az, az vállalkozóként valószínűleg nagyon sok mindenkibe benne van, és nekem nagyon sokat segít a pszichológus, hogy van akivel tényleg teljesen őszintén meg lehet beszélni mindent, valamint vannak olyan társas kapcsolataim is, ahol őszintén bele lehet menni a, a mélyebb lelki dolgokba. Ez barátnő, és vannak olyan fiútárságok is, ahol jobban ilyen bizniszesebb oldalról is bele lehet menni. Van, ahol kurzuskészítőkkel vagyok egy mastermind csoportban, ahol azokkal a problémákkal is lehet beszélni. Szóval szerencsére az összes problémám, amin, amin van, azt ki tudom igazából élni valahol, vagy meg tudom beszélni. De ezt, ezt gondolom, hogy ez nagyon sok mindenkinek nincs meg, és azoknak ez nagyon nehéz lehet. Igen, ez egy hatalmas dolog, is például amit mondtál, az, amit én nem is mondtam ideig, az például, hogy szakmilag tudna -e neked segíteni valaki abban, ami nehéz, az például rengeteget tud számítani. És uh, beszéltünk is cseten erről, hogy például nektek ott van a közösség, például a Facebook csoport, ahol tudnak tőletek kérdezni az én emberek, kérdelem. és a szakmai támogatást is nyújtatok. Nem az, hogy az ember egyedül próbálja a WordPress beállítani, és hát nem tudja, hogy, hogy kell megoldani, és egy indiai emberrel levelezik az interneten keresztül, <laughs> hogy hogyan kéne megoldani, aki le akarja gyakorlatilag. Nagyon nehéz, mikor így áll vagy veszve, és nincs kihez fordulni. Szóval ezt ez teljesen át tudom érezni, hogy nekem is, mikor így érzem, akkor, akkor szokott kicsit eluralkodni rajtam, hogy, hogy ennek, húha, ennek nem tudom, hogy miért értelme van, vagy miért is csinálom meg, kihez lehetne fordulni, de, de nagyon jó, hogy vannak ezek a társaságok, akikkel rendszeresen tudok ezekről beszélni. És ha nekem is egy nagy minőségű ukrás volt, amikor egy részre, amikor mentem az meg az is, amikor uh, üzleti mentorhoz fordultam azért, mm. hogy tudjon nekem jó tippeket adni, és az sokat adott nekem nagyon. Tehát ez a hétfő bűn az, ami hozzájárul ahhoz, hogy valaki kiégjen, és mit tudunk ezzel kezdeni? Azért eléggé sokat beszéltünk arról, hogy kb. hogyan kell egészségesen élni, és kiégés szempontjából ez, ezzel mit tudunk kezdeni? Hol, hol vannak a megoldások, hogyha a mi megoldásaink esetleg neked nem tetszenek, hogy, hogy lehet ennek utána járni? vagy hogyha valaki még nem is tudja, hogy mivel van problémája ebbe, hogy lehet jobban, mélyebben mele, belemenni, hogy ezzel jobban foglalkozzon. Erről tudsz pár szót mondani? Ugye, szerintem mindenki, ilyen, mindenki, aki hallgatta ezt az adást, az érezte, hogy ez egy elég komplex terület. Tehát most akkor az evésre is oda kell figyelni, meg arra, hogy mennyit alszom, meg arra, hogy mennyi barátom van, meg arra, hogy van e szakmai támogatásom, vagy nincsen. Éppen ezért szoktam úgy általánosságban azt javasolni, hogy érdemesebben szakmai segítséget kérni, hogyha valaki azt érzi, hogy ebben érintett. Tehát, hogy, mert most arról még nem is beszéltünk, hogy például milyen pszichológiai nehézségek lehetnek a háttérben, amit valaki megtapasztalhat például, vagy gyerekkorban hozott minták, vagy, vagy bármi más egyébként. Egyébként ebből a szempontból jó, hogyha az embert ö, objektíven meg valaki tudja szemlélni és tudja segíteni abban, aminek igazán hasznos. Aki viszont nem akar erre most költeni, csak ebben gondolkozik egyáltalán, hogy akkor mit csináljon, hogyha, ha ebben el akar indulni, akkor azt lehetne érdemes megnézni, hogy hol hogy van-e már, tehát eljutott -e már arra a pontra egyáltalán, hogy azt érzi, hogy, hogy jó, hát azért most már kimerülte vagyok, mint ahogy kellene, és már állandósult, és én megszokottnak érzem ezt a folyamatos kimerültséget, és azt gondoljuk, hogy akkor mindenki ezt érzi. Annak azt mondanám, hogy nem, nem mindenki ezt érzi, és uh -huh. nem ez a folyamatos, nem ez a mind normális, csak maximum a te környezetedben az. És azt lehet, mit érdemes megnézni, hogy egyáltalán, hogy ezeken a területeken, amiket felsoroltunk, elgondolkodva azon, hogy neked, neked van-e valahol elakadási pontod érzed-e azt, hogy mondjuk radikálisan keveset alszol, vagy érzed-e azt, hogy mondjuk a kapcsolataid azért nem olyanok, mint aminek lennie kellene. Amikor ezeket megemlítettük, volt-e valami megpenített benned egy húrt, hogy uff, ez azért nem volt olyan túl jó nekem így a mindennapokban, akkor szerintem az egy pont lehet, alá tudunk indulni. És talán magától értetődő az, hogyha most egy könyvről beszélünk, akkor itt a Business Burner Bibliában ezen kívül még van vagy 30 megoldási javaslat, amit uh -huh. ki lehet próbálni annak, aki úgy gondolja, hogy ebben szeretne önállóan dolgozni. Szóval vannak önálló módszerek is, de mikor, főleg gondolom, amikor már valaki előre haladottabb, akkor fontosabb, hogy profi segítséget szerezzen. Igen, nagyon nagy az elnás ezzel kapcsolatban, főleg vállalkozóknál, hogy én aztán nem vagyok kiégve, meg jó persze, lehet, hogy más ki fog égni ezzel a fajta édes amit én élek, de én nem fogok kiégni. Mm -hmm. És nagyon sokszor vannak olyan emberek, akik ezt mondták nekem egy éve, vagy másfél év, aztán felhívnak telefonon, hogy figyelj, kinek is segítség ebben. Aha. Uh, ami tök oké, okay, viszont azt szeretném mondani, hogy minél hamarabb kezded el ezt a területet rendbe rakni, annál gyorsabban fogod ezt megoldani. Tehát, hogyha mondjuk tegyük fel az elmúlt hat éved olyan volt, hogy széthajtottad magad és brutál kimerültél benne, akkor nem fog egy hétvége, vagy egy hét, vagy egy tíz alkalmas coaching neked abban teljes körű megoldást nyújtani, hogy most mindent helyre tegyél. Ha viszont amikor már elkezded ezt érezni, elkezded ezen gondolkodni, akkor lehet, hogy egy-két alkalom beszélgetés is és tud sokat segíteni, és utána meg visszatod állítani a pályára a bizniszedet és a mindennapi hogy létedet vállalkozóként, vagy bárki, bárhogy dolgozik, itt a podcastnek is ugye az a célja, hogy meg az a témája, hogy végre hétfő. Szóval amikor ez a túl hajszolt egészségtelen életet nyomjuk, az nem a végre hétfő éles stílus egyáltalán. És hiába tudjuk ezt valameddig csinálni, lehet sokáig is csinálni, ez egyszer felrobban. És inkább az lenne a jó megoldás, hogyha jobb közérzettel élünk, ami ugye nem megy azért tényleg folyamatosan minden egyes nap, lesznek hibák, de hogyha erre kicsit jobban oda tudunk figyelni, akkor meg tudjuk azt előzni, hogy a kiégésnek a fázisain szépen lépkedjünk felfele. És ami nagyon jó, hogy ez nem egy luxus, hanem ez konkrétan visszaállt a biznisz teljesítményedről, hogy Igen. még többet tudsz magadból kihozni, ha megtalál ezt a fajta optimális egyensúlyt. Szóval ez minden irányból pozitív.